attól, hogy az Országos Széchenyi Könyvtár átmenetileg bezárta a kapuit, a munkavégzés egy pillanatra sem állhatott le. Sőt, ebben a helyzetben, amikor el kellett szakadnunk az olvasóinktól, el kellett szakadnunk a bennünket személyesen meglátogatóktól, meg többszöröztük azt az energiát, amellyel a kincseinket szerettük volna felmutatni a nagy közönségnek. Így aztán a járványhelyzet hónapjaiban is égett a kollégáim keze alatt a munka, és mind a háttérben, mind pedig a tartalomszolgáltatások terén rengeteg minden történt. A különböző művelődés történeti sorozatokat indítottunk. A trianoni évforduló alkalmából a határon túlra került műemlékekről indítottunk egy sorozatot. A június 4-i évforduló alkalmából tettük közzé a Fotótér nevű szolgáltatásunkat, amelyben az első világháborús fényképeket, illetve a 30-as, 40-es évek Erdélyét megörökítő művészfotókat tettünk közzé. A határon túlról érkező könyvhagyatékokat keretbe foglaló Mikes programnak is egy új adatbázist készítettek a kollégáink, illetve, mint a hazai könyvtárügynek az információs központja, a könyvtári intézet számos összeállítással segítette a könyvtáros kollégáknak a munkáját. Folyamatosan figyeltük a külföldi, nemzetközi folyamatokat, megjelenő szakcikkeket, és ezekből magyar nyelvű összeállításokat készítettünk arról, hogy hogyan kezelik a járványhelyzetet külföldön, illetve megyei összesítéseket készítettünk arról, hogy a hazai kollégák mit csinálnak ebben a helyzetben, és a határon túli magyar közösségek könyvtárosait, könyvtárait is megkerestük, és az általuk készített videóanyagokat is közzétettük. Az intézmény új vezetőjeként milyen változtatásokat tervez? Az Országos Széchenyi Könyvtárnak egészen fantasztikus gyűjteménye van, és egészen fantasztikus munkatársai vannak. Az intézmény vezetőjeként az a feladatom, hogy ezt a gyűjteményt és az itt meglévő nagyszerű képességeket és készségeket a maguk teljes pompájában segítsem megmutatkozni. Így a legfontosabb tervem, és ezt célozza a szervezeti átalakítás is, és minden egyéb terv is, az, hogy láthatóbbá, és a minden érdeklődőhöz, minden a magyar kultúra iránt érdeklődőhöz közelebb hozzam a Nemzeti Könyvtárt, akár oly módon is, hogy házhoz vigyük a Nemzeti Könyvtárt. Remélhetőleg a járványhelyzet lecsengése után ez meg tud majd valósulni. Amolyan OSK-s roadshow keretében szeretném a kincseinknek a nemes másolatait és a szakértőinket eljuttatni minden magyarországi településre, illetve a határon túli magyar közösségekhez, hogy azoknak is fel tudjuk mutatni a Nemzeti Könyvtár értékeit és kincseit, akik vagy ide a budai várba nem jutnak el, vagy pedig a digitális világban nem találkoznak a tartalmainkkal. Tehát egy roadshow keretében mutatná be mindezen tartalmakat, a nem csak budapesti lakosoknak. Igazgató, tervezem az intézmény személyi létszámában, vagy a munkatársak bérezésében változtatást? Igen, tervezek, és természetesen pozitív irányba. Az intézményben szervezeti átalakítás zajlik ugyan, ez azonban semmiképpen sem járhat elbocsátásokkal, hiszen a legtöbb szakmai területen munkaerőhiánnyal küzdünk, ezért semmiképpen sincsen olyan szándék, hogy munkatársaktól váljunk meg. Ahogyan említettem, itt kitűnően képzett, több diplomás nyelveket beszélő, és az intézmény iránt rendkívüli módon, és az írott magyar kultúra iránt rendkívül elkötelezett kollégák dolgoznak. Az ő számukat szeretném gyarapítani, és természetesen a bérhelyzet terén is az a célom, és az a legfontosabb célom, hogy pozitív irányba mozdítsam.